A Biblia szerint az első állatpár a paradicsomban két majom volt. Az egyik azóta is itt van nálunk egyébként. Állat. A polcon pihen. Nagyon nehéz. Én passz. Passzolunk. Hat ponnál tudunk passzolni. Hat ponnál passzolunk. Szerintem egyébként azt fogják mondani, hogy igen, két majom volt, mert egy kicsit összevonják Darwinnal. Igen. Tehát, hogy egy kicsit összemossák a majmot, a Bibliát, hogy ott ugye Ádám és Éva volt a két emberpár. Igaz, hogy hamis az állítás. Elhiszik. Igen. A kérdés miatt hiszik el szerintem. Meg hát, hogy a Biblia szerint ki vitatkozik a Bibliával, most nem? Akkor ki merne a Bibliával szembeszállni? Szóval jó, akkor azt mondjátok, hogy akkor mi vétóznánk. Kérem. Már az elején. Elővitel. Van egy ilyen sugárt, aztán lehet, hogy nem jön be. Szerintetek meg lesz, hogy mitől lenne már két majom. Szerintem ki fogják mondani, hogy Ádám és Éva volt az első pár. Nem az első állatpár, az első pár, azt mondod. Nem, az első állatpár. Jó, állatpár. Ezt mondtam. Ja, aztán akkor már bocs. Akkor nem vétózunk. Akkor nincs vétó. Első állatpár, bocs. Első állatpár, a paradicsomban két majom. De valahol a humanoid, az ember is egy állat, tudod? Azt szokták mondani. Oké, okay. Darwin szerint, mondani, de ő szerintük ezért gondoltam, hogy spirituálisabbak, hogy így a Biblia szerint ez fogja mondani. Állatpár így nem. Így nem én látom ezt a hármast magam előtt, tehát Barbit, Ramit és Darwint, ahogy ott ülnek, és megbeszéljük, hogy mi volt ezzel a két majommal. Igen. Na jó, akkor most ezt elhittük nekik, de ők el fogják hinni, erre szavaztunk. Na hát akkor irány a paradicsom. A Biblia szerint az első állatpár a paradicsomban két majom volt. Nem, szerintem hal. Várjál. Melyik volt? Zseniális. Erre nem számít. Ne. Állatpár két majom volt. Hát... Kígyó, nem? Nem, mert várjál. Szóval... Isten először az ember teremtette meg, és azt majom formájában először. Az hát régen... Ugye az emberek majmok voltak. A Darwin. De... Tiszta szőrösek voltak, meg minden. Te vagy a nagy bibliás. Hiszem az Isten, meg minden, de nem vagyok az a szent. Hát, egyel többet tudunk most már. Igen, hát kellene. Az ősemberek is majmok voltak. És négy kézláb mentek, vagy mi volt. És azok olyanok voltak, mint a majmok. Igen. Igazából. De először halakat teremtett, nem? Mert megteremtette a vizet, teremtett bele halat. Hát figyelj, az emberek olyanok, mint a majmok, tehát még rosszabbak. Ez hamis. Nem lehetett a majom. De lehet, az ősembereket. De először az állatokat teremtette, nem? És az lehet, hogy majom volt, és úgy alakult ki egy emberré, vagy ki tudja, mi történt akkor igazából. Még azt sem tudjuk. Hogy? Hogy az UFO-k léteztek, vagy Jézus előbb. Hát, na. Úgy igaz, de... Hát nem teremtette először a két majmot, mert először Ádám volt, utána Éva, utána meg a többi. Úgyhogy ez biztos, hogy hamis. De először az állatokat teremtette a földre, utána jött Ádám, és utána Éva. Először megteremtette a földet, utána a vizet, az ilyen füveket, és akkor a dinoszauruszok hogy kerültek oda? Mi? Az Isten előtt volt. Érted? Na, de akkor a dinoszauruszok voltak előbb, vagy az Isten? Hát először a dinoszauruszok. De akkor Isten, na jó, ez ebben nem az menjünk. Isten előtt, azt tanultuk is, Biblia órán. Szerintünk ez hamis. Szerintünk ez hamis, mert szerintem az első állatpár, szerintem az első állatok, amiket teremtett Jézus, az a hal volt. A hal!